Alig várta, hogy felnyíljon a kapu, már dugta is ki a fejét a Győri állatkert egyik örös medvehölgye. Nem kellett sokat várni, és már követte is társa, kis idő múlva pedig már hárman tanyásztak a kifutóban. Sokan figyelték, kibújnak-e, hiszen nagy jelentősége van február másodikának az életükben, a hiedelem szerint. Arról van szó, hogy a medve hosszú hat hónapos téli álma után először kijön a barlangjából, akkor meglátja az árnyékát, attól megijed és visszaszalad. Nyilván nem ez történik, hiszen a medvét egyáltalán nem érdekli, hogy mi van az árnyékával. Viszont úgy kapcsolták ezt össze, hogy hogyha jó idő van kvázi aznap, amikor a medve először kijön a barlangjából, tehát meglátja az árnyékát, akkor az azt jelzi, hogy a tél az bizony még hosszú lesz. Viszont ha ilyen borongós idő van, mint ma, szerencsére, akkor a medve nem fogja meglátni az árnyékát, ugyanis nincs elő a nap, akkor pedig elő marad, nem bújik vissza a barlangjába, és hamarosan pedig eljön a jó idő. Finom falatok várták a több mint 50 éves mackókat, akik már régi motorosnak számítanak az állatparkban. Ők igazi matuzsálemek, már akkor is itt voltak, amikor Andréka úr vette itt az állatkertet a 90-es évek végén, és szépen-szépen kialakult az ő helyük is, megkapták végre ezt a, ezt a gyönyörű felújított kifutót, úgyhogy itt nyugdíjas éveiket élik. A ragadozók sorolják őket, de minden evők és vadon élő társaikkal ellentétben nem alszanak téli álmot, hiszen a hosszú szundira csak azért van szükség, mert a természetben télen nincs számukra elegendő táplálék. Az örvösmedvék Ázsiából származnak, leginkább Kína területén találhatók meg. A származási helyük, az próbáljuk úgy kialakítani mindig a kifutót, hogy az az állatnak természetes legyen, így természetes viselkedési formát hív belőle elő, úgyhogy nagyjából ilyen fás, köves, barlangos területeken lehet őket elképzelni. A győri örvösök szerint tehát lehet örülni, nem volt árnyék, így meg sem ilyettek, tehát közeleg a tavasz.